Érdekes. Itt van keszeg, jó van. Összekevertem más lóval, na mindegy, szegénykém. Ne haragudj, nem akartalak összekeverni senkivel. Csak olyan furcsa még így nekem. Ugye hetente veszem fel ezeket a hatalmas nagy epizódokat, nagy részeket, aztán gyakorlatilag két nap alatt simán elfelejtek bármit. Vagy hát úgy körülbelül azért emlékszek, hogy mi volt előző részekben. De például az, hogy keszeg az milyen, tehát hogy milyen színű, meg hasonló. Na. Itt a szerződés, igen. Heard you have a problem. A monster you call a Shrieker. Aye. Prowls about it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well, he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Mm-hmm. Took a hatchet. Laid an ambush for the Shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Gut stretched o'er the crown of a tree like gossamer. Took half a day to collect the parts. Put him in a grave. Mm-hmm. Túl kevés a jutalom. I know times are tough, but I'll need you to cough up a bit more coin. 235 és 286 között húzhatom ezt a cuclit. Legyen 250. You seek a lot. A few crowns too dear. Akkor legyen 242. You seek a lot. A few crowns too dear. Van egy nézésem, hogy 238-at mi megnézzük. You seek a lot. Nem maradok a 235. Nem ad többet sajnos. I suppose I can add that. You are risking your neck for us. High time a professional took a look at this Shrieker. Anyone around here know more about the beast? Borzoi's son Simcoe does. Saw the aura with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Still mourns his father, methinks. I see. Where'll I find him? At my homestead. I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. Jó. Na, Witcher érzéke segítsége, vizsgáld meg a szörnytámadás helyszínét, beszélj Sikoltó támadásának szemtanújával. Jó, akkor először szemtan, aztán meg átvizsgáljuk azt a cuclit. Mondom, itt van hátul a gyerek. A srác. Can we talk? Let me be. Calm down, I just wanna... Go, I said! Na, bosszút állunk. I want to avenge your father, but to do that I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Describe the beast. Tell me what it looked like. Something like a rooster. But huge. With a lizard's tail. I heard Ruffler barking in the woods. Ran to see what you were on about. There were Dad, in the bushes. A hole through his belly. And he were moaning, screaming. I wanted to help. But how could I? How? Not nyugodt. Shush now, calm. 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 Take care, kid. Relaxolva, nyugodtság van. Itt van az a kecske. Jaj, Istenem, ezek a kecskék komolyan. Na, vicsőjözzék a segítsége, vizsgáld meg a szörnytámadás helyszínét. Jó, megvizsgáljuk a megvizsgáljuk a szörnytámadásnak a helyszínét. Erőteljesen. Csak tudnám igazából, hogy merre kéne mennem. De igazából szerintem az lesz a legegyszerűbb, hogyha úton maradok. Azon mellé küldivel meg ott nem foglalkozok. Igazából szerintem ezek a szörnytámadások azok, amiket meg kéne csinálni, mert jó sok pénzt érnek. Én 235 igazából. Lehet, hogy valami alkudozás. Játérsz az axit kéne továbbfejlesztenem. És akkor mehetne az alkudozás ügyesebben. Na, elvileg itt volt a szörnytámadás. Igen, láttam, hogy ott van egy. Jó, ezek szerint más nincs, meg itt vannak lábnyomok. Jó. Muzzles caked in blood. Didn't give up without a fight. Mhm.
Na akkor... Igen, itt vannak a lábnyomai. Tracks are irregular here. Monster must have started staggering. Was wounded most likely. Szóval egy kicsit sérült a kollega, azt mondjátok. Blood. Monster blood. Szóval megvan sérülve erőteljesen. Az jó. Az egy pici kis előny számunkra, hogyha megvan sérülve. Hova a francba mehetett innen? Oda? Eljött erre. Elment arra felé. Nem a bokor mögül fog rám rontani. Gyors mentés. Azért maradok ám amúgy ilyenkor csendben, mert úgy próbálok így hallgatózni, mert hát, hogyha a hangokból is. Mert ugye amikor így benyomom, akkor ugye erősebb a hallásunk is. Hát, hogyha hallom a szörnynek a hangját valamerre. Tracks lead to the cave. A cockatrice. Kukorix, azt mondta. Új bejegyzés a bestáriumban, na akkor bestáriumot kérem szépen megnyitni. Na ugye a Kukorix ellen Kartács bombolyó, Drakonidolaj, meg Árt. Na a Sikoltó ellen... Sikoltó ellen ugyanezek a jelek. De akkor valószínű, hogy akkor ez a Sikoltó, ez ilyen... ez a Kukorixnak valami továbbfejlesztett, továbbfejlődő változata. A szörny, ami Holosszit lakóinak az életét megkeresítette, valójában egy különösen áldás Kukorix volt. Geraltot nem lepte meg, hogy a báró emberei nem tudták megállítani, valószínűleg nem bírták a sebészi pontosággal bevitt döféseit, melyek az artják követ feltépte szabad folyást engedtek a vérnek, amit csak a fecske főzet állíthat meg. Azt sem tudták, hogy a földre kell kényszeríteni számszeréjjel, bombával vagy jellel, és hogy a rohamozását a kiteszett szárny alatt áthemperve lehet elkerülni. Jó, egy kicsit akkor ezek szerint így most kaptam. Hát igazából elmondták, hogy akkor mit kéne csinálnom. Nem tudom, elmentem. Ja, mert folyamatosan az elmentettem. Jó. Magyarul akkor menjek be, és akkor vágjak le egy Kukorixot. Vagy egy Sikoltót. Kukorixnak egy elfajzott változata. Csak tudnám, hogy hol lehet. Ura, itt ez a fal amúgy. Na mindegy, majd legközelebb. Ne aggódjatok srácok, én se látok semmit. Sounds coming from above. Not about to leave. Bomb should smoke it out though. Azt mondod, hogy üzzem ki. Na van. Nem. Akkor inventory. Számom. Jó. Meg mi volt sárkányám? Akkor csak számom bombám van, ami egyelőre hatásos. Ezek szerint. Opa, nem. Akkor tab. És akkor számom bombát berakjuk. És akkor hova a francba rakjam én ezt a számomat? Vagy kezdjük el vele célozni? Már egy ilyenkor nem lehet látni, hogy hova dobom. It's not here. Must have fled through another exit. Gotta nab it before it gets away. Aha, szóval most meglógott. Ne menj el! There it is. Won't get away this time. Be kell raknom a számszeréjét. Na gyere!
Nam. Nem hiszem sehova, nehogy azt itt. A fenébe már nem ezt, nem az axit akartam. Miért az axi van berakva? Na most van berakva az ard. Ja, hogy amikor megnyomom ezt a izét, igen, a görgőt, akkor így átgörgeti. Na? Gyere, gyere! Nem nagyon csapdos sokat, a kicsike. Ja nem, most vérzés van rajtam. Jó, de igazából nem lényeges. Gyorsan levágom, az kész. Szeret meg a sikoltó trófeáját. Szerintem kukorix gyomor, kukorix tojás, kukorix mutagén, több fejsze, pipa, koponya, kukorix trófea. Helyes. Na, ez is megvolt, akkor ezt szépen visszavihetem, és akkor átvettem a jutalmamat. Úgy, ahogy. Még az szerencsé, hogy a számszerébe végtelen a lőszer. Ja igen. Már nem is tudom, hogy hányadik rész volt az. Valamelyik kedves nézőm, kommentelőm leírta, hogy... ugye a víz alatt szoktak lenni ezek a vízbefúltak, és ugye a víz alatti vízbefúltakat egyetlen egy módszerre lehet állítólag csak jelen pillanatban megölni, számszeréjjel. Ami igazából nem teljesen logikus, mert olyan szinten nem értem én ezt a logikát, tehát víz alatt megértem, nem tudok harcolni, mert ugye a víznek a sűrűsége az eléggé nagy, tehát hogyha én előhúznék, tehát most gondoltok bele, lementek a víz alá, előhúzzátok a képzeldbeli kardotokat, nem tudtok olyan hatékonyan csapni mondjuk egy karddal vagy akármivel a víz alatt, mint ugye szárazföldön kint ugye a levegőben. Ezt én mind megértem, de egy számszerély hogyan, tehát lehet, hogy én vagyok hülye fizikából, de a számszerély az miért lenne hatékonyabb a víz alatt? Tehát az, annak is, az is igazából elsütöm, és szerintem max tizedeje távolságra lőne el. Olyan sűrű a víz. Gondolom én, de hát ugye hülye vagyok fizikából, én csak gondolkodok. Hogy az lenne számomra logikus. Shrieker won't trouble you anymore. Thank you, Master Witcher. Your reward, ain't much, but as they say, take care of the pennies. Dankeschön. Thank you. Any problems in the future, you keep me in mind. Tudom, egy kicsit önző vagyok, de hát mindegy. Nekem ez most kellett, most muszáj volt. És két tapasztalati pontot szereztem, azt írta a játék, az nagyon jó. 235 korona, teljesen jó, akkor sikeres mentés. Után... nem ezt akartam megnyomni, hanem mondjuk a... Hogyan karakter? K mint karakter. Én meg itt nyomogattam a C betűt, mint karakter, szóval értitek. Na, ott tartottunk, hogy... elérhető pontok 2. Jó. Ez mit csi, hol, merre, mi, hány méter? A főzet tulajdogolása határértékének megemelése 3%-kel, főzet hatóidő plusz 15%. Ó! Na, mutagényeim azok vannak, helyes. Na, plusz 5 támadás ereje, plusz 5% támadás ereje. Na egy pillanat, elmegyünk gyorsan az alkimia részhez. Főzetek nem. Olajok nem. Vagy nem az alkimiában vannak ezek a... de itt vannak. Kisebb kék mutagén. Nagy vörös mutagént, azt miből állítok elé? Vörös, sima vörös mutagénekből, de ugye egy sincs. Nagy zöld mutagén.
150%-os, de plusz 150 életerője. 150%-os. Jó, mindegy. Na, akkor karakter. Akkor valószínű az lesz, hogy az egyik mutagént, egy pirosat ide berakok. Plusz 100 életerő, ez mennyi? Plusz 50 életerő. Akkor ezt kivesszük. Úgy, és akkor így már nem lesz ez a bónuszom. Na, ez Elidales mutagén, ez Griff mutagén, ez zöld mutagén, kisebb zöld mutagén, Elidales mutagén, kisebb zöld mutagén. Akkor gondolom ez a zöld mutagén az az, amit én csináltam. Maybe. Gondolom én. Na, így akkor most már 200%-os lett az életerőm. Akkor egy olyat kéne csinálnunk, hogy ezeket én ide átpakolom. És akkor ide szépen berakunk egy vörös mutagént. Tök mindegy, hogy melyiket rakom be. Van a vérfarkas mutagén, vagy van a vérfarkas mutagénem. És akkor plusz 20%-kal megnöveltem a támadási erőmet. Másodpercenként DPS ezüst kadén 442, 282. Ezüst és acélkart, hogyha én ezt most kiveszem innen. 399, 255. Akkor egy olyan 50-essel, ja, úgy megdobtam most a sebzésemet, jó. Páncélom marad, életerőm az nagyon brutális, jó. Királyság. Na, mit kéne nekünk továbbfejleszteni? Akkor ez akkor így marad szerintem, mert ugye az izommemória, igen, tehát a gyors támadás, meg ugye a pontos csapások, azért ez így nagyon okés, nagyon erőteljes egy dolog. Na, kellene nekem egy olyan, pengére olajok, igen, bombával, igen, szerzett tűrőképesség, minden megismert első szinte alkimér recept, egy pontot ad a maximális főzetmérgezéshez, jó, ez az őrjöng, és ez a füvek próbálja, ha a főzetmérgezés nulla fölött van, automatikusan lelassul az ellenfelek ellentámadásának készülnek, igen, főzetható idő 25%. Ez nem hülyeség amúgy ez a dolog. Ugye itt meg el kéne költenem 7 pontot, hogy itt tovább tudjak menni. De szerintem maradok itt ezeknél a főzeteknél. Na most azt kéne kitalálnom, hogy megnövelem a főzetható időt plusz 5%-kal. Ez is plusz 5%-kal, szóval igazából az hülye kérdés volt. 1. Igen, a következő szint az arról szól, hogy az idő automatikusan lelassul, ha az ellenfelek ellentámadásra készülnek. A lassítás hatása és ideje nagyobb, mint a képesség első szintje. Aha. Jó, akkor ez nem hülyeség amúgy. Ezt akkor berakjuk. Mondom, ezt akkor ide berakom. Úgy, és akkor 300 pluszos lett az életerőm, és akkor így már azt mondom, hogy most már valahova felé alakul a dolog. Valahova felé alakulunk. Akkor valószínű, hogy itt ezt a részt majd izének fogom kirakni, ilyen jeleknek. A negyediket meg majd kiderül, hogy odáig eljutunk. Egyszer valaha. De most jelenleg szerintem itt teljes mértékben jól állunk. Keresd meg Skelligére tartó hajót. Nem az kell nekem. Nekem egy, nem, ez nem rossz gombot. A J betű kell nekem. Másodlagos küldetés, visszatérés, Gölbelápra. Oda megyünk szépen. És Gölbelápi banyákat szépen akkor elintézzük, levágjuk úgy, ahogy van. Erőteljesen. Kellett nekem ez a kis vadászat ezzel a sikoltóval, így legalább egy kicsit visszarázódtam a játékba. Na. Akkor szépen akkor portálunk ide. Árok mélybe. Na, hol vagyunk? Aha. Jó. És akkor, ja, gondolom itt találkozunk, jó. Na. Ja, itt vannak a báróék. Mi a fene?